Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Crown Trick folytatása. Lássuk. De ezek nem annyira tetszenek, maradjunk annyival. Ilyen fegyver. Puska, közepes sebzés. Lándzsa, ezt nézzük meg, hogy ez mit ad. Max mana. No, bot nem izgat. Puska. Vagy csápos lándzsa. Vagy messzire ható puska. És tisztázalék eséllyel több sebzést okoz, az jobban hangzik. Még ha nem olyan frankó. Akkor is. Ja, hogy már? Oké. Hát ez nagy ötlet volt, hogy oda-vissza táncoltál egyet. No, hogy állunk? Felkiáltó jel, oda mehetünk mindig. No, lássuk. Wuhu! Erő. Nagyobb terület. Gyakrabban. A terület az jobban hangzik. Wuhú! És egyáltalán nem valamilyen világból loptuk ezt az ötletet, hogy egy hatalmas kesztyű, amibe drága köveket rakunk. Ez teljesen egyedi, sose látott történet. Még egy reload az nem fog ártani. Továbbra is van egy felkiáltó jel, akkor menjünk arra. Ki tudja, mit kapunk. Hát leginkább egy nagy büdös semmit. De legalább egy szoba letudva. Challenge! Stunnoljunk mindenkit. Au. Fölöslegesen vesztettem egy csomó aranyat, meg életerőt.
Mindegy, stunnollak. Akármi vagy. Szörnyike. Láda, az jól hangzik. Két kulcs, de cserébe valami értékeset adna, úgyhogy... Majd megpróbáljuk megkeresni a második kulcsot. Azt hiszem egy tervrajzot, hogy ilyesmi, de lehet, hogy csak egy... Nem, csak egy stat. Egy szintlépés gyakorlatilag. Hát az se haszontalan egyébként, csak nem olyan félelmetesen jó, mint elsőre. Upszi! Hát ebbe csúnyán belesétáltam. Ahogy mondjuk igazából ő is. Oh, hello, nagy valami. Aki megcsap, de most stunnolom. Ami sose fog ártani. Oké, megbök. Az nem annyira jó. A stun után legalább valahol állok. Ouch. Nem feltétlenül egészséges. Amit csinálok. De sokkal jobbat nem tudok. Most legalább megy a stunba. Boxolunk. Aztán majd meglátjuk, hogy mire megyünk. Elég sok HP-t elvesztettem, úgyhogy szerintem ott gyújulunk egyet. Az nem fog ártani. Relikvia. Több sebzés a több ellenfélér, az úgy sose fog ártani. Három álomdarabka, meg egy szintlépés. Sima erő, az mindig nyerő. Abból még rosszul nem jöttünk ki. És akkor lássuk. Hát őt tudom csak berakni, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy ő jön. De hát legyen inkább mind a kettő. Nem örülök, hogy ide ez a csompika jött. Na mindegy, ott valahol ott a boss. Majd egyszer megtaláljuk. Úgy látom, csak egy ilyen loot szoba. Sose fog ártani. Adag ingyen XP, meg arany, meg mi egyéb. Oké, itt aztán be tudunk rakni egy újabb valamit. Hát ha, itt a tűzlény. Na most jön az, a Nightmare-rel nem lett volna bajom. Csak nem azon a helyen. Na mindegy, megvannak a kis robbanó ládáink, meg tűzfúvásaink. Hé,
mondjuk igazából nem rossz, az se, ha hátrálunk egyet és minden képességet frissítünk. Ó, egy újabb. Egy újabb boss. Ó, ide sokan vagytok itt. De akkor magadra robbanthatod legalább. Annyival beljebb vagyunk. Oké. Oké, hogy dobott magára egy stunt valahogy. Azt hiszem ezzel járok legjobban. Megint robbantsd magadra az ügyet. Na most már mindjárt meghal. Igazából, ha rájövök erre az egyszerű tényre, akkor nincsenek gondjai. Na mindegy. Elvileg, ha minden igaz, ez egy hasznosnak tűnő eszköz lesz. Mert viszonylag nagy hatótávolságú képességei vannak. Gondolnám én legalábbis. Fogalmam sincs. Legyen esélyünk blokkolni dolgokat, az mindig nyerő. Egy viszonylag nagy támadó, meg egy másik támadó spell. Azt hiszem ez nyerő. Két jó támadó spell. Az a rosszul még nem járt senki. Arra meg ott van a boss kijárat, úgyhogy az meg nem is kérdés, hogy arra nem akarunk menni. Ez csak ennyi, egy zárt szoba. Úgy látom. Haszontalan zárt szoba. Oké. Au. Mondjuk, ha jó irányba lőttünk volna, az lehet, hogy hasznos lett volna. Na mindegy. Ez egy mókás szoba volt. Azt tudom mondani. A szörnyeket jobban zakadályozta a saját csapdáik, mint engem.
amivel nyilván nincsenek bajaim. Oké. Okay. Ez a baj, hogy azok most nagyon jönnek ott. Robban csak fel szépen magadat úgy, ahogy van, helyes. Ennyi. Zavarjon, hogy azt mondtam, hogy kitérek. Hát, ez annyira nem volt sikeres menet. Ez a szoba. Vagy én bénáztam el nagyon sokat, vagy csak szimplán sokan voltak. Nem tudom melyik, és ilyen szempontból nem is nagyon érdekes. Irány a következő. Ez se lett. Sokkal jobb nekem. Röcsi! Oké, meg vagyunk. Ezt legalább gyorsan intéztük. És akkor szépen vissza. Lapátoljuk össze az aranyat. Mondjuk igazából egyrészt aranyat kapunk ezekből, úgyhogy majdnem nem éri meg. És akkor lássuk a boss fightot. Hát abszolút nem vagyunk felkészülve rá, úgy érzem. Van még egy gyógyító a jobb esetőség ellenére. Ha kevés lennénk. Ó, már megint egy ilyen. Hát nem mondom őszintén, nem de jobb meggyőződve arról, hogy nekem tetszik ez a szoba. Mókás! Valahol. Meg nem. Oké, akkor azt hiszem ennyi volt. Hát ebbe belebuktunk, de csúnyán. De jó pofa volt ez a boss fight, még hogyha kissé erősnek is bizonyult. Na hát. Ez van, az első menet az könnyű volt, az első csomag. A második fázis az egyenlőre nem annyira működik.
Azt hiszem még csak ki se hoztunk semmi olyasmit, amit érdemes kihozni. Mondjuk ugye az újakat érdemes mindig behozni. Az első szinteket. Egyik se jó. Az mondjuk örülnék, ha azt mutatná, ahova tudok is venni. Mert az kényelmesebb lenne. Ezek szerint sehova nem tudok venni. Itt nem tudok venni, mert itt meg rengeteg, meg még több lenne. Jó, hát ennyi volt akkor, amit tudunk egyelőre venni. Hát ez van. Ezek szerint a többit elveszítjük. De nem tudok venni semmit 49-ért. 50-ért tudtam volna venni. De ugye pont egyel kevesebb maradt ezek szerint, mint kellett volna. No, hát innen fogjuk folytatni legközelebb. Mára ennyi. Láva ellenállás, stb.